Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket! Önök a Kondorosi Önkormányzati Hírek harmadik adását láthatják. Mai műsorunk tartalmából. Elsőként polgármester úrat tájékoztatást két nyertes pályázatról, majd Kondoros város új jegyzője, dr. Szebegyinszky Attila mutatkozik be a kedves nézőknek. Műsorunk második felében egy tűzoltósági tájékoztatót tekinthetnek meg a szabadban történő tűzgyújtás szabályairól. Azt követően a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsöde jelentősebb híreiről számolunk be. Végezetül örömteli hírrel zárjuk műsorunkat, egy szépkorú polgárunk köszöntéséről adunk tájékoztatást. Első bejátszásunkban polgármester úrat tájékoztatást két nyertes pályázatról. Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket a Kondorosi Önkormányzati Hírek harmadik adásában, ahol is egy, illetve kettő nyertes pályázatról szeretnék beszámolni és ismertetőt nyújtani a kedves érdeklődőknek. Még mielőtt elkezdenénk a nyertes pályázatokat taglalni, azt hiszem, hogy egy kis időrendi felvezetéssel kellene, hogy kezdjem a mai ismertetőmet. És talán onnan is kellene kezdenünk, hogy 2007 és 2013 között lezárult egy 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus, egy fejlesztési időszak, amelynek úgy gondolom, hogy Kondorosváros vonatkozásában igen szép eredményei lettek, szép eredményei születtek. Több közintézményünk megújult, vagy akár a szennyvíz beruházásról is beszélhetünk, ami azt hiszem, hogy még inkább élhetővé tette a környezetünket. Ezeken a beruházásokon túl vagyunk, elkezdődött a következő uniós fejlesztési, 7 éves fejlesztési ciklus, ez a 2014 és 2020-ig tartó fejlesztési időszak, amely ismételten tartogat és tartogatott az önkormányzatok, a vállalkozói szektor, a gazdasági élet szereplőinek olyan fejlesztési forrásokat, amelyeket megpályázhatnak és amelyekre pályázat nyújtatnak be. Az önkormányzatok esetében is hasonlóképpen történt, megjelentek a pályázati kiírások. Még azt szeretném elmondani, hogy, és érdekelheti a kedves televízió nézőket, hogy egy kicsit átalakult a rendszer. Méghozzá úgy, hogy az önkormányzatoknak nyitva álló pályázati források az úgynevezett terület és településfejlesztési operatív program keretében nyitva álló pályázati forrásokat, a forrásokra benyújtott pályázatokat a Békés megyei önkormányzathoz kell benyújtani, és ezen fejlesztési források országos szinten megyékre vannak lebontva a 7 éves fejlesztési ciklusra, mint ahogy mondtam. Békés megye vonatkozásában a 7 évre, a 2014-20-as időszakra vonatkozóan 57,9 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésükre az önkormányzatoknak. Az egy fontos számadat még mindemellé, hogy ebbe a megyei jogú város Békés Csabának a toppos fejlesztési kerete nincs benne. Ő egy külön keretből gazdálkodik és valósítja meg fejlesztéseit. Ez Békés Csaba kivételével a megyei települések rendelkezésre álló keret 7 éves időszakra. A tavalyi év folyamán 2016 év elején, február környékén jelentek meg az első terület- és településfejlesztési operatív program pályázati kiírásai, ahova az önkormányzatok benyújthatták pályázataikat. Kondorosváros önkormányzata is a fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódva benyújtotta ezeket a pályázatokat, több pályázatot nyújtottunk be. Én most szeretném röviden ismertetni és elmondani, hogy milyen pályázatok lettek benyújtva. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat kerékpárút építésre. Két pályázat lett benyújtva, egyik az belterületi kerékpárút építésre, az összekötő szakasz, az Iskola utcai kerékpárút kezdőpont vagy végpont és az Aradi úti kerékpárútnak a belterületi összekötő szakaszára, ami érintette volna a Tóparti utcát is. A második kerékpárút fejlesztési pályázat az pedig a Batthyány-Geiszt vadászkastély bekötő útjáig vagy bejárójáig tartó kerékpárút. Pályázatot nyújtott be továbbá az önkormányzat az orvosi rendelő fejlesztésére.
valamint energetikai célú pályázat lett benyújtva az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai megújítására, óvoda eszközfejlesztésére lett pályázat benyújtva, valamint már többször foglalkozott vele a képviselőtestület, az pedig nem más, mint a zöldváros kialakítás pályázat. Ezt érintettük már többször, hogy ez a ruházati boltnak a kereskedői szolgáltatóházzá történő átalakítását takarja és jelenti. Ezen benyújtott pályázatok tavaly május környékén lettek benyújtva, és az idei évben 2017 április-májusára jutottunk el oda, hogy ezeket a pályázatokat értékelték. Már a tavasz folyamán kaptunk pozitív döntést arról, hogy pozitív híreket arról, hogy a úgynevezett döntés előkészítő bizottság, aki a Békés megyei önkormányzatnál ülésezett és értékelte a benyújtott pályázatokat, az Kondoros város vonatkozásában 2 pályázatot értékelt megvalósításra alkalmasnak, és ezt a 2 pályázatot terjesztette fel döntésre, végleges döntésre. Ez a 2 pályázatunk az nem más, mint az épületenergetikai fejlesztések Kondoroson című pályázat, valamint az óvodai eszközbeszerzés pályázat. A későbbiekben most már csak erről a 2 pályázatról fogok beszélni, ugyanis a végleges döntés megszületett és megkapta az önkormányzat akkor, hogy a pályázati forrást elnyertük ezen projektek megvalósítására, és most már a támogatási szerződés megkötése következik, és elkezdődhet lassan a projekteknek a kivitelezése. És akkor szeretném elmondani és ismertetni a televízió nézőknek, hogy akkor mit is takarnak ezek a tényleges fejlesztések. Elsőként fogok beszélni az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatról. Ezen pályázat keretében olyan önkormányzati tulajdonú épületeknek az energetikai korszerűsítését szeretnénk megvalósítani, amelyek még a korábbi időszakban nem valósultak meg. Mint bizonyára tudják a kedves televízió nézők, azért az önkormányzatnak voltak ilyen jellegű törekvései, és mindig környezettudatosan és energiatudatosan gondolkozott, és amikor volt rá lehetőség és fejlesztési forrás, akkor pályázatot nyújtottunk be. Hála Istennek elmondhatjuk, hogy sikeresen, hisz 2014 évben adtuk át a Petőfi István Általános Iskolának a felső tagozatos épületének az energetikai korszerűsítési pályázatát, ami azt hiszem, hogy az azóta eltelt időszakban beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és megfelelőképpen működik, és valóban az épület egy energetikailag korszerű épületté vált. Ugyanabban az évben került átadásra a polgármesteri hivatal épületének az energetikai korszerűsítése, valamint ezt követően egy évvel később, 2015-ben pedig az általános iskola alsó tagozatos épületének a korszerűsítése ment végbe, akkor az nem egy teljes körű energetikai felújítás volt, az egy részleges felújítás volt, ott egy nyílászáró cserét és hőszigetelést akart az a pályázat. Ezek a megvalósítások, illetve ezek a kivitelezések, ezek keopos forrásokból történtek, de azért az önkormányzatnak még vannak olyan épületei, önkormányzati tulajdonban lévő épületei, amelyekre még ráfér az energetikai korszerűsítés. Ezeket az épületeket gyűjtöttük egy csokorba, és készítettük el a terveit, ezekkel pályáztunk. Az előbb már a KEOP projekt kapcsán taglaltam az általános iskola alsó tagozatos épületének a további energetikai felújítása, a második körös felújítása. Az iskolában a fűtési rendszernek a korszerűsítése az igen helyén való és helytálló, mert sajnos nagyon elavult már, ami azt jelenti, hogy egy kondenzációs kazán kerül beszerelésre, valamint az összes gépészet kicserélésre kerül, és a tantermeknek a radiátorai, valamint a KEOP-os pályázatból nem valósult meg villamos hálózatnak a korszerűsítése. Ezt is ebből a TOP-os pályázatból meg fogjuk tudni valósítani. Továbbá egy napelem kerül felszerelésre még az iskolánál, ez pedig egy 20 kW-os napelemrendszer telepítését fogja jelenteni,
és az általános iskolára így bruttó 42.610.239 forint támogatási rész jut. Én úgy gondolom, hogy ha ezek a fejlesztések megvalósulnak az iskolán, akkor ennek az épületnek is az energetikai fejlesztése most már komplexnek mondható, és az épületnek az energetikai minősítése az most már egy dupla ás besorolásba fog esni, ami úgy hiszem, hogy a mai kor követelményeinek mindenben megfelel. A következő fejlesztési helyszín az nem más, mint a rendőrségnek az épülete. A kedves gondolósiak bizonyára tudják, hogy ez a 1980-ban épült épület kisebb felújításokon átesett az elmúlt 35 évben, azonban korszerű átfogó felújítás soha nem történt az épületen. Én azt hiszem, hogy a látvány magáért beszél, ezért az önkormányzat, amikor összeszedte ezeket az épületeket, hogy melyiket szeretne korszerűsíteni, a rendőrség épülete is elsőként eszünkbe jutott. Hála Istennek örömmel konstatálhatjuk, hogy akkor ez az állapot is meg fog változni. Mind esztétikailag ezáltal meg fog újulni az épület, és meg fog szépülni az épület, és nem beszélve, és nem utolsó sorban pedig energetikailag is meg fog újulni. A rendőrség épületében helyet kap a KMB iroda, valamint két szolgálati lakás, és ezen épület együttesnek a külső hőszigetelése, a nyílászáró cseréje, a födém hőszigetelése, és itt is fűtési rendszer korszerűsítés szerepel még a projektben, egy kondenzációs gázkazánnak a beszerelése, természetesen kéménnyel, hozzátartozó radiátorokkal, egyéb hálózati elemekkel, és így válik majd az épület energetikai minősítési osztálya dupla C-s besorolásúvá, ami a mostani pedig, a jelenlegi az pedig dupla E, tehát azért kategóriákat fog ugrani az épület, és azt hiszem, hogy mint ahogy mondtam, nem csak esztétikailag, hanem energetikailag is jócskán és komolyan meg fog újulni az épület. A rendőrségre fordított támogatási rész az bruttó 23.165.999 forintot jelent. Következő épületünk az a Kondorosváros Település Szolgáltató Intézményének az épülete. Itt a település szolgáltató épületén szintén elmondható az, amit a rendőrségnél elmondtunk, hogy ez az épület 1979-ben épült, azonban 2006-ban ez az épület átesett egy komolyabb felújításon. Akkor történt némi energetikai felújítás is, azonban nem olyan mérvű, amivel a mai kor vívmányainak megfelelne. Viszont most ezen projekt kivitelezésével ez az épület is a dupla ás energetikai minősítést meg tudja szerezni. Ebben az épületben, vagy ezen az épület részen is homlokzati hőszigetelés fog megvalósulni 15 cm vastagságban, valamint padlásfödém szigetelés 20 cm vastagságban, homlokzati nyílászáróknak a cseréje, vegyes tüzelésű kazán elhelyezése fog megvalósulni, ugyanis a település szolgáltató intézménynél nincsen gázfűtés, és ott is egy 10 kW-os napelemrendszer telepítését tartalmazza a fejlesztés, amelynek a bruttó bekerülési értéke 30.511.687 forintot jelent. És végül, de nem utolsó sorban, a felvezetőmben említettem a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének a fejlesztését. Itt is ugyanaz elmondható, mint az általános iskolánál, hogy elsőkörös energetikai felújításban a KEO forrásból megtörtént az épületnek a födém hőszigetelése, valamint a külső falaknak a hőszigetelése, ahol kellett, ez a házasságkötőteremnek a falainak a szigetelését jelentette, valamint a nyílászáróknak a kicserélése. Azonban a napelemrendszer és a nap által előállított energiát nem tudtuk a KEOP-os pályázatból finanszírozni, ezért most ebben a projektben lehetőség van arra, hogy napelemrendszer telepítsünk az épületre. Itt a
Tervezett beruházásként 20 kW napelemrendszer telepítését tartalmazza a projekt, és ez is fog megvalósulni, ami viszont a támogatási rész bruttó 11.413.247 forintot jelent. És végig is értünk a fejlesztési helyszíneken. Én elmondhatom, hogy és biztos vagyok abban, hogy ez a fejlesztés ez be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket, és az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartása jóval kedvezőbb lesz, és energetikailag és esztétikailag ezek az épületek megújulnak, megszépülnek. A másik nyertes pályázatunk, amiről örömmel számolhatunk be, az a Többsincs óvoda és bölcsöde eszköz beszerzéséről és eszközfejlesztéséről szóló pályázat. A pályázatot Kondoros Kardos Köznevelési Intézmény Fenntartó Társulás nyújtotta be. Ugyanazokkal a feltételekkel, kondíciókkal is ugyanabban az időszakban, tehát tavaly került a pályázat benyújtásra, és az idei évben, május hónapban kaptuk meg a támogatói döntést, hogy támogatásra érdemesnek ítélték a pályázatunkat. A pályázatnak a bruttó bekerülési költsége 21.322.229 forint, a támogatás intenzitása 100%. A óvoda eszközbeszerzési pályázatában három részre oszthatjuk a beszerzendő eszközöket. Itt a első kategóriában a meglévő eszközöknek a cseréjére, ezek elavult vagy hibás eszközök, vagy pedig biztonsággal már nem használható eszközöknek a lecserélésére, valamint második kategóriában a régiek mellé új beszerzés, ami már rendelkezésre álltak az eszközök, de a gyereklétszám indokolta azt, hogy új és plusz eszközök legyenek beszerezve, valamint harmadik kategóriában pedig teljesen új eszközöknek a beszerzése fog megvalósulni. A beszerzendő eszközök a fejlesztés kapcsán az óvoda két épületében fognak helyet kapni és megvalósulni. Ez a Hősök úti épületrész, valamint a Csabai úti épületrész. Jelen fejlesztésből a bölcsöde és a bölcsöde épülete és a bölcsöde udvara az nem érintett. A pályázat kapcsán felmerülő igényeket, illetve az eszközbeszerzési igényeket az óvodával együttműködésben és az óvoda igényeit figyelembe véve állítottuk össze, tehát úgy gondolom, hogy olyan eszközök kerültek a pályázatba beírásra, és ténylegesen majd a pályázat megvalósítása során megvásárlásra, amik az óvodában nagyon is kellettek. Én az első kategóriát szeretném röviden ismertetni, és szeretnék kiragadni egy pár dolgot, nem szeretném végigmondani, mert igen hosszú lenne, és talán nem is érdekelni ilyen részletesen a televízió nézőket. Az első kategóriában a meglévő eszközök cseréje, amint mondtam, amik már elavultak és kicserélésre voltak ítéltetve. Ebben megkülönböztethetünk olyan eszközöket, mint például csoportszobai játékok, udvari játékok, vagy pedig a melegítő konyháknak az eszközeit. Ilyen például udvari mókuskerék, faszemetes kuka, ivókút, mikrohullámú sütő, ami hűtőgéppel, konyhabútorral, amik már a konyhai eszközök, vagy öltözőszekrény, vagy akár fénymásoló, tornazsámoly, tornaszőnyeg, szivacsmatrac, tehát ebből is látható, hogy azért elég széles a skála, széles a spektrum, és próbálta az óvoda vezetése összeszedni azokat az eszközöket, amelyek valóban szükségesek mind a pedagógiai munkához, mind pedig a gyermekek mindennapi ellátásához. És akkor második kategóriában a régiek mellé új eszközbeszerzés, ami a gyereklétszám növekedés, gyereklétszám indokolja azt, hogy több álljon rendelkezésre a meglévőnél. Ilyenek például udvari játékként kétüléses mérleghintából bekerül beszerzésre egy darab, homokozó tetővel kettő darab, és rugós játék négy személyes egy darab. Ezek utcai, vagyis udvari játékokat jelentenek.
És akkor harmadik kategória, ami új eszközként kerül beszerzésre, itt is egy párat kiragadnék, bár a lista azért elég hosszú. Itt szintén elég széles a skála, viszont szeretnék egy párat elmondani, például homokozóvár, fészekhinta, csőalagút, sátor, kisvonat, de akkor említhetném ismét a konyhai eszközöket, elektromos tűzhely, mosogatógép, polc, fiókos polc, de viszont már a csoportszobai játékok is helyet kapnak itt ebben a kategóriában. Játékkonyha, bútor, garnitúra, játéktároló kosarak, napvédő sátor, hangfalszett, és sorolhatnám még sokáig. Hála Istennek szép-szép listát láthatunk, és én úgy gondolom, hogy olyan hasznos eszközökkel fog bővülni a kondorosi többsincs óvoda és bölcsöde, amely a nevelőmunkát fogja segíteni, és a gyerekeknek az óvodában tartózkodását pedig még szebbé fogja varázsolni. Ezen két fejlesztésnek a megvalósítása az elkövetkezendőkben fog végbe menni. Támogatási szerződést fogjuk megkötni, és azután el fog indulni a közbeszerzési eljárás, valamint a beszerzési eljárások, és reményeink szerint a közeljövőben, most nem kívánok időpontot mondani, de a közeljövőben meg fognak valósulni ezek a fejlesztések, és örömmel fogják birtokba venni az óvodánál a gyerkőcök, és az épületenergetikánál, meg éppen az önkormányzati ingatlant használók. Összefoglalva, örömteli számunkra, hogy településünkre ismételten Európai Uniós pályázati források érkeztek. Ez ismételten egy újabb fejlesztést generál a településen, aminek természetesen örülünk. Reméljük, hogy még sok-sok ilyen fejlesztésről fogunk tudni beszámolni a kedves érdeklődőknek, valamint nyomon fogjuk követni a pályázatoknak az állását, valamint a fejlesztéseknek az előrehaladását, és az önkormányzati hírek műsorban erről be fogunk számolni önöknek. Én ennyit szerettem volna elmondani ezekről a pályázati forrásokról, és mindenkinek köszönöm a figyelmét. 2017. július 1-től hivatalba lép Kondoros város új jegyzője, dr. Szebegyinszky Attila. Következő bejátszásunkban őt szeretnénk megismertetni a kedves nézőkkel. Nagy örömmel mutatom be a kedves televízió nézőknek dr. Szebegyinszky Attilát, Kondoros város leendő új jegyzőjét, aki július 1-től tölti be majd hivatalát. Ezt a beszélgetést már itt a leendő irodába vesszük fel. Kedves Attila, megkérlek, hogy mondj néhány szót magadról, mutatkozz be a kedves televízió nézőknek. Tisztelettel köszöntöm én is a híradó nézőit. Jelenleg Békés Csabán lakom, itt is születtem. Életem első néhány évét töltöttem Kondoroson, ezután beköltöztünk Békés Csabára. Általános iskolai tanulmányaimat már Békés Csabán végeztem a 2. számú általános iskolában. Ezután a gimnáziumi éveimet a Békés Csabai Evangélikus Gimnáziumban töltöttem, itt tettem sikeres érettségi vizsgát. Majd ekkor, mint minden fiatal, én is szembesültem a pályaválasztás kérdésével. Itt két dolog volt meghatározó számomra. Az egyik, hogy én leginkább a humántárgyak iránt érdeklődtem. A másik pedig, hogy ekkortájt olvastam egy idézetet, ami nagy hatással volt rám. Ez így hangzott, hogy légy jogász, még bármi lehetsz. Így ezen indítatások okán is adtam be a jelentkezésemet a Szegedi Tudományi Egyetem Állami és Jogtudományi Karára, és végeztem el jogászszakon. Beszélj kérlek az eddigi szakmai előmeneteledről. Az egyetem elvégzését követően én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy gyakorlatilag még meg sem száradt a tinta a diplomámon, már is elhelyezkedhettem. Ügyvédjelöltként dolgoztam egy Békés Csabai ügyvéd mellett. Ez egy másfél éves időszak volt, de sajnos időközben ügyvéd úr elhunyt, és mivel nem irodaként működtünk, hanem egyéni ügyvédként látta el a feladatát, ezért megszűnt a praxis, így nekem állás lehetőség után kellett néznem. 2011 évelején értesültem arról, hogy jogászt keresnek a kondorosi polgármesteri hivatalba.
így jó szívvel adtam be a jelentkezésemet, hiszen én Kondorost a második otthonomnak tekintem, és nagy öröm volt, amikor 2011. március 1-től megkezdhettem a munkát a hivatalban. Nagy várakozással tekintettem az itteni munka elé, és itt szeretném megemlíteni két ember nevét, akiknek sokat köszönhetek, akik segítették a munkámat. Az egyikőjük Zsindei Ferencné jegyzőasszony, a másik pedig Krajcsovszkiné Saliga Mária a jegyzőasszony, akinek közvetlen irányítás alatt kezdtem el dolgozni a hivatalban, és itt éltem meg első szárny próbálgatásaimat a közigazgatás területén. 2013. január 1-től egy váltás következett be, hiszen ugye felálltak a járási hivatalok, és én átkerültem a Szarvasi Járási Hivatal kondorosi kirendeltségére. Itt töltöttem néhány hónapot, majd áthelyeztek Békésre, a gyámhivatalhoz. Itt egy másfél éves időszak volt, dolgoztam mezőberényben Békésen, és úgy gondolom, hogy ez a másfél éves időszak, ez egy nehéz szakmai kihívásokkal teli időszak volt, hiszen nagyon nehéz ügyekben, kérdésekben kellett, gyakorlatilag emberi sorsokat eldöntő kérdésekben kellett döntenünk, és éppen ezért is nagyon jó tapasztalatszerzés volt, és nagyon jó tanuló időszak. Úgy gondolom, hogy itt a gyámhivatalnál is egy nagyon jó csapattal dolgoztunk együtt, jó szakmai munkát tudtunk végezni, és a mai napig többőjükkel nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok. Időközben a tanulmányaimat is tudtam folytatni, és 2013-ban sikeres közigazgatási szakvizsgát tettem. Látszik azért ez alatt a néhány év alatt nagyon sok területen dolgoztam, így kicsit visszakapcsolódnék ahhoz, amit már említettem, hogy az az idézet, hogy légy jogász, még bármi lehetsz, hiszen dolgoztam ügyvédjelöltként, hatósági ügyintézőként, szociális ügyintézőként, gyámhivatali ügyintézőként, majd pedig gyakorlatilag 2015. január 1-től nagy öröm volt, hogy visszakerülhettem a hivatalba, és így már hatósági csoportvezetőként kezdhettem meg a munkát. Én úgy gondolom, hogy csoportvezetőként is jó légkörben, jó csapattal végezhettem a munkát, jó szakmai színvonalú munkát végeztünk, és bízom benne, hogy majd 2017. július 1-től is ebben az új felállásban jól fogok tudni együtt dolgozni mindenkivel. Említetted azt, hogy Kondorosra, mint második otthonodra tekintesz. Igen. Erről mondanál néhány szót? Igen. Én magam hallottam olyan megnyilvánulást, hogy vidéki jegyző kerül Kondorosra. Ezt szeretném most itt megcáfolni, hiszen aki ismer, az tudja, hogy nekem régi és szoros a kötődésem Kondoroshoz. Apai nagyszüleim Kondoroson éltek, én magam nyaranta nagyon sok időt töltöttem Kondoroson. Anyai nagymamám kondorosi, édesanyám is Kondoroson született, tehát rengeteg szálon kötődök Kondoroshoz, rokonaim többsége Kondoroson él. Úgyhogy én mindig hazajövök Kondorosra, és ezért is mondtam, hogy második otthonomnak tekintem. És szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy megígérhetem, majd jegyzőként is szívemmel viselem a kondorosiak sorsát. Ezt örömmel halljuk, úgy gondolom, ezt mindenki nevében mondhatom. Július 1-től fogod betölteni hivatalodat. Hogy látod most a jelenlegi helyzeted, illetve hogy gondolod, hogy mi vár rád? Igen, így van, ahogy ugye a testületi ülésen is elhangzott, a jegyzőasszony már a felmentési idejét tölti, és jelenleg Szebedinszki Pálné a jegyző látja a jegyzői feladatokat. Én segítve a munkáját próbálok minél inkább belelátni, tanulni a jegyzői munkáról. Nem könnyű feladat, nem egyszerű feladat. Úgy gondolom, nagyon összetett dologról van szó, hiszen, hogy csak néhány dolgot említsek, amellett ugye a jegyző vezeti az önkormányzati hivatalt, ugye ő a törvényességőre, az önkormányzat közigazgatási szakmai vezetője, tehát szép kihívásokkal teli feladat lesz, és úgy gondolom, hogy nem is lesz egyszerű pótolni azt a sok évtizedes tapasztalatot, amivel jegyzőasszony rendelkezett, de azt megígérhetem, hogy a legjobb tudásom szerint fogom végezni a munkámat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és döntéseim során mindig arra szeretnék törekedni, hogy a kondorosiak érdekét szolgáljam. Július 1-e most már hamarosan itt van. Én kívánok neked, Attila, a munkádhoz erőt, kitartást és minden jót. Nagyon szépen köszönöm. Harmadik bejátszásunkban Bíró Zoltán tűzoltó alezredes és Kohut Pál tűzoltó százados tájékoztatóját tekinthetik meg a szabadban történő tűzgyújtás szabályairól.
Köszöntöm a tisztelt televízió nézőket. A következő néhány percben néhány gondolatba szeretnék beszélni a szabadtéri égetés szabályairól, illetve a szabadtéri égetéssel járó veszélyekről. A száraz időszaknak a beálltával évről évre megszaporodik a szabadtéri tűzeseteknek a száma. Ez a statisztikákból jó kimutatható, jó látszódik évről évre. Nagy számú tűzeset keletkezik ilyenkor, ami rendszerint valamilyen emberi beavatkozásra, tevékenységre vezethető vissza. Az egy év alatt keletkezett tűzesetek számának 90%-a szabadtéri tűzesetek mondható, és ennek az érdekében, annak az érdekében, hogy ezeket az eseteket lecsökkentsük, ezeknek a számát lecsökkentsük, a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013 óta egy nagyon intenzív programot indított be, ami elsősorban hatósági jellegű. Mit is takar ez? A lakosságot kívánja megszólítani ez az intézkedés sorozat különböző tájékoztatók, felhívásoknak a formájában, lakossági fórumokon, ahogy most például televízió, rádió beszélgetések, interjúknak a alkalmazásával. Ezek a tájékoztatók nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a tűzesetek számát csökkentsük. Arról szólnak ezek a tájékoztatók, hogy hogy is viselkedjenek, milyen magatartásformát kövessenek az állampolgárok a szabadtéri tüzelések alkalmával. A konkrét szabályoknak a elmondását, illetve alkalmazását Kohut Pál tűzoltó százados úr, a Szekhalmi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségnek a hatósági főelőadó fogja elmondani önöknek. Szekhalmi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hatósági osztály nevében üdvözlöm a tévénézőket. Kohut Pál százados vagyok, a Szekhalmi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hatósági osztály kiemelt főelőadója. Én a szabadtéri égetés szabályról szeretnék egy kis tájékoztatást adni a nézők számára. Szabadtéri égetést a környezetvédelmi szóló törvény határozza meg, elméletileg égetni nem lehet a levegővédelmi tisztasági törvény alapján. Viszont kétféle égetést tudunk meghatározni, egy belterületet és egy külterületet. Belterületi égetés az a helyi rendelekkel szabályozva van, akkor lehet égetni. Kondorosnak van helyi rendelete ezzel kapcsolatban, ami engedélyezi napkeltétől napnyugtáig az a belterületen való égetés. Ez mindenféleképpen száraz és csak növényi eredetű hulladékról szól. Műanyagot vagy bármilyen más hulladékot égetni belterületen a rendelet hatálya alapján nem lehet itt sem továbbiakban. A belterületi égetéssel kapcsolatban továbbá még azt tudnám elmondani, hogy oda kell figyelni mindenféleképpen arra, hogy a tüzet ne hagyjuk szabadon, őrizetlenül. Mivel bármikor feltámadhat egy szél, tovább tud menni az ég, tovább tud égni, át tud terjedni másra. Mindenféleképp felügyelet mellett égetünk. Oda kell készíteni ezek mellett az oltáshoz szükséges oltóanyagot, esetleg még kézi szerszámot, amivel meg tudjuk akadályozni, ha véletlen el is indulna valamerre ez a tűz, tovább terjedését. Ha véletlen ez nem sikerül, és tűzoltóságot kell hozzá kihívni, akkor sajnos bírságra számíthatnak a kedves lakosok, mert ilyen esetben mindenféleképp automatikusan, aki tüzet okoz, az bírságot kap, ez 20.000-től 60.000 forintig terjedhet. És a belterületi égetésről úgy nagyjából ennyit szerettem volna mondani. A külterületi égetés az megváltozott, az előre bejelentés alapján történik, engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal, ami itt legközelebb Szekhalmon van. Szekhalomra kell benyújtani egy külterületi égetésről nyomtatványt, amit le lehet tölteni a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról, vagy pedig esetleg, aki személyesen akarja, legközelebb a szarvasi tűzoltó parancsnokságon tudnak részére egy nyomtatványt előadni, aminek 3000 forintos illetékbélyeggel
kell ellátni, és hát elmondanám, hogy mit kell ennek tartalmaznia, ennek az égetési kérelmeknek. A kérelmezőnek a nevét, pontos címét, a helyet, ahol égetni szeretnénk, helyrajzi számmal, vagy bármilyen koordinátával meghatározva, az égedés pontos időpontját, esetleg pótnapot, hogyha véletlen, ugye ez az égetés úgy zajlik, hogy 10 napon belül kell kiadnunk a határozatot az égetésre, ahogy beadástól számítva, ez bele kell kalkulálni, amikor beadja az ember, olyat nem tudunk csinálni, hogy ma holnapra már kellene az égetésre egy papír, ezt azért meg kell, vagy hát előre nekünk is meg kell írni, meg nem tudni, milyen hatósági leterhelés alatt vagyunk. Ezt kalkulálni kell az a kedves ügyfeleknek, hogy egy 10 napos átfutási idő, vagy pótnapot, ha véletlen esős, vagy valami időszak következne arra a napra be, amikor az égetést szerette volna, akkor ezen pótnapot meg kell jelölni. Utána az indokot meg kell határozni, hogy miért szeretné ezt az égetést végrehajtani. Vagy valamilyen betegség miatt, növényi betegség miatt, esetleg valami más indokból, ezt mindenképpen fel kell tüntetni rajta. Fel kell tüntetni rajta, hogy ki lesz ott az égetés irányítója. Ennek az irányítónak a nevét, telefonszámát, lakcímét kell feltenni rá, hogy ha véletlen bejelentés érkezik, hogy ott valami tűzeset van, akkor a kollégáink fel tudják telefonon venni velük a kapcsolatot, hogy tényleg azon a helyen ők égetnek, ami engedélyezve van, vagy esetleg más, ahova feleslegesen nem küldik ki a tűzoltó erőket. És akkor utána az égetés felügyeletének a címét azt mondtam, hogy milyen szerszámokkal, milyen intézkedéseket tesznek meg az égetésre. Ezt hát kültetett égetésnél 10 hektárnál nagyobb területet nem engedélyez a jogszabály. Ha több, nagyobbat akarunk, akkor több részletbe és több kérelembe kell megigényelni az égetést. Ezt körbe kell tárcsázni, melyik irányból, vadriasztást kell előtte végrehajtani égetés előtt, és csak utána lehet. Ezt mind szépen le kell írni a kérelembe. És utána, hogy milyen eszközöket fogunk az égetés helyszínén készenlétben tartani, ez lehet traktor, ekével, lajtos kocsi, kéziszerszám, bármi, vödör, lapát, ezeket mind fel kell rajta tüntetni, és ezt a határozatban meg is fog jelenni utána. Ez, hogy ha véletlen, itt is ugyanúgy hát el kell mondanom, hogyha az engedély nélkül éget valaki külterületen, ez is ugyanúgy szankcionálás, mint a belterületen, ez is 50 000-től 500 000 forintig terjedhet a bírság összege. És hogy érthető legyen, hogy miért vannak ezek az összegek, meg a határok, a tűzoltó erőknek a fölösleges lekötése miatt lett ez így beszabályozva, mivel hát, hogyha valaki meggyújt külterületen engedély nélkül egy több hektáros területet, oda azért viszonylag komoly tűzoltó erőket kell kivinni és lekötni, emellett, és ugyanebben az időben esetleg történik más káresemény, például valami lakóháztűz, az annak, akinek a lakóháza ég, nehezen fogja megérteni, hogy mondjuk száraz füvet avval toltottak, az ő háza meg az egész vagyona bent megsemmisül, és ennek érdekében lettek ezek a szabályok meghatározva, hogy fölöslegesen nem mozgassuk az erőket, tényleg azokra koncentráljunk, ahol ember élet, vagy valamilyen nagyobb kár felszállítása, számolására tudjuk használni az az erőinket. És ezért vannak ezek a szigorítások meghatározva, de ha valaki égetni akar, és a jogszabályt betartva akarja megtenni, lehetséges az előbb elmondott adatok alapján. Mindaz az égetés szabálya bel- és külterületre vonatkozóan a országos tűzgyújtási tilalom vagy megyei tűzgyújtási tilalom idején semmiféleképp nem lehet égetni. Hiába van helyi rendelet rá, vagy bármilyen jogszabály, ezt meg lehet nézni a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei honlapján, hogy van-e égetési tilalom, vagy nem, vagy bármelyik tűzoltó parancsnokságot fel lehet hívni, mielőtt valaki égetni szeretne. A lakosságnak az ilyen irányú megszólítása, ezek a tájékoztatók, felhívások nagyban hozzájárultak ahhoz, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy 2013 óta
mintegy felére csökkentek a szabadtéri tűzeseteknek a száma. A következő időszakban, az elkövetkezendőkben mindig folyamatosan meg szeretnénk szólítani a lakosságot különböző tűzvédelmi témákkal kapcsolatosan. Példaként említem itt esetlegesen az aratás tűzvédelmi szabályait, az ősz beáltával, a tüzelési szezon, fűtési szezon beáltával, a tüzelőfűtő berendezéseknek a használatával kapcsolatosan, illetve az év végén az adventi időszak bekövetkező, karácsonyi időszak bekövetkeztével pedig ennek az időszaknak a veszélyeit szeretnénk majd elmondani. De minden más aktuális témába igyekszünk majd a lakosság tájékoztatást megtartani. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A következőkben a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsőde jelentősebb híreiről kapnak tájékoztatást. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket itt a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsőde udvarán. Az időjárás egy kicsit szeles, és bár május van, kicsit áprilist idéz, én mégis ragaszkodtam ahhoz, hogy ez a beszélgetés itt történjen meg, mert úgy gondolom, hogy a kedves televízió nézők talán utolsó alkalommal láthatják ilyen formájában óvodánk udvarát. Ahogy azt a műsor korábbi részében hallhatták, polgármester úr beszámolt két nyertes pályázatról, az egyik ezek közül érinti az óvodánkat. Közel 20 millió forint értékben történik majd eszközbeszerzés az intézményben. Mindez azt szolgálja, hogy az itt folyó pedagógiai munkát megerősítjük, színesítjük. Nagyon örülök neki, hiszen ha belegondolunk, évek óta nem volt lehetőség a játékok cseréjére, illetve az eszközparkunk jelentősebb fejlesztésére. Ha körbenézünk az udvarunkon, akkor látható, hogy az épületeink az elmúlt évek alatt külsőleg teljes mértékben megújultak. Tudni kell azt, hogy a Kondorosi óvoda három főépület részből áll. Az egyik a mögöttem látható bölcsöde, amely a 2011-es évben került átadásra. Ez a legújabb épületünk és a legjobb állapotban lévő épületünk. Azonban pályázatoknak köszönhetően mind három épületrészünk teljes mértékben megújult. 2013-ban került átadásra a Hősök úti épület, és az elmúlt évben pedig a mögöttem látható Csabai úti épület újult meg. Ez azt jelenti, hogy ez külső megújulásra kell leginkább gondolnunk, hiszen a külső szigetelés készült el, a nyilázárok cseréje valósult meg. Jelentős változás ez az óvodánk életébe, hiszen, mint tudjuk, a 44-es mellett fekszik az óvoda. Az új nyilázárok beszerelésével jelentősen csökkent a csoportszobákban tapasztalható zajszint, ami nagyon jelentős változást hozott. Hiszen gondoljunk bele, hogy a gyermekek itt alszanak ebéd után, tehát nagyon jó, hogy nem halljuk a folyamatosan dübörgő kamionokat. Két mókuskerék mellett állok most, amiről el kell mondanom azt, hogy ezen még én is mókuskerekeztem, tehát két igen régi játékszerről van szó, sőt lehet, hogy néhányunk szülei is mókuskerekeztek még itt. Én nagyon ügyesen tudom ezt csinálni, de most nem mutatnám meg. Ezt csak azért szerettem volna bemutatni, mert ugye minden évben igyekszünk felújítani a meglévő játékszereinket, de ez a pályázati forrás most lehetőséget teremt arra, hogy az egész udvarunkat megújítsuk, rendkívül jó játékeszközöket fogunk beszerezni a gyerekek nagy örömére, és szerintem a pedagógusok nagy örömére is, és a szülők is biztosan nyugodtabbak, hogy a gyermekeik vadonatúj biztonságos játékeszközöken tölthetik itt a szabad idejüket. Ez a pályázati lehetőség nagyon örömteli számunkra, azonban rengeteg terhet is ró ránk, hiszen a rengeteg játékeszközt el is kell helyezni valahol az udvaron, ezért komoly tervező munka fogja megelőzni azok kihelyezését. A fák pótlása nem csak esztétikai szempontból fontos az óvodában, hanem azért is, hogy a gyermekek árnyékban, a naptól védetten tudjanak játszani. E pótlásról azonban csak ősszel tudunk majd beszélni, amikor már minden játék kihelyezésre került, akkor tudjuk ésszerűen elhelyezni az új növényeket. Az udvar teljes megújulása mellett azt hiszem fontos beszélni arról is, hogy nem csak udvari eszközök, hanem csoportszobai eszközök is beszerzésre kerülnek. Ez azért jelentős, illetve azért fontos, mert így az intézménybe folyó pedagógiai munka is meg lesz erősítve. Sok hiányzó eszközt pótolunk, illetve meglévő régi eszközöket cserélünk le a pályázati forrásból. Itt csak néhány dolgot emelnék ki, új hangszerek, új kis székek, asztalok kerülnek a csoportszobába, remek tárolószekrények kerülnek elhelyezésre a csoportszobákban. És mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy nem csak a szakmai munka lesz megerősítve, hanem a Dajka nénik nagy örömére mindkét tálalókonyhánk is felújításra kerül. Azt hiszem,
bárki, aki valaha mosogatott, tudja, hogy milyen nehéz feladat ez, és 134 gyerek után még nehezebb, és azt napi háromszor megtenni nem kis feladat, úgyhogy nagyon örülnek az Ajka néniénk, hogy két mosogatógép is beszerelésre kerül az intézménybe. Két óvodai programra szeretném még felhívni a kedves televíziónézők figyelmét, illetve leginkább itt a kondorosi gyerekekhez és szüleikhez szólok, hiszen május utolsó péntekén, 26-án kerül megrendezésre óvodánkban a gyermeknap, ami ezért jelentős, mert ez egy nyitott nap az óvodánk életében. Ez azt jelenti, hogy a szülőket is szeretettel várjuk, sőt a nagyszülőket is erre a rendezvényre. Azért is fontos a jelenlétük, mert nem csak részt vesznek az események folyamában, hanem segítik is azt. Itt csak néhány programelemet szeretnék kiragadni. Jön hozzánk a Napsugárbáb együttes egy nagyon színvonalas báb előadással, valamint egy ugrálóvár kerül felépítésre itt az óvodaudvaron, amit a gyermekek az egész nap folyamán használhatnak. Valamint számos meglepetéssel készülünk részükre, hogy ez a nap igazán felejthetetlen legyen. Egy másik, nem annyira a gyermekeket érintő programra szeretném felhívni az apukák és anyukák figyelmét, hiszen immár hagyománnyá vált az Apád, anyád, ide jöjjön nevű rendezvényünk, amit két éve igen színvonalasan igyekszünk megtartani, és ezen hagyományokra építve szeretnénk az idén is, június elején megrendezni ezt az eseményt. Itt a dátum még nem teljesen kialakult, de már dolgozunk rajta, és minden édesapát, édesanyát értesíteni fogunk arról, hogy melyik pénteken kell majd befáradni ide az intézménybe. Ez persze nem egy kötelező jellegű elfoglaltság, de én arra kérek minden szülőt, hogyha teheti, vegyen ezen részt, hiszen ez egy remek alkalom, hogy kötetlen formában találkozzanak a Dajka nénik, pedagógusok a szülőkkel. A talpalávalóról Olá Péter fog gondoskodni, tehát itt az óvodaudvaron egy szabadtéri diszkót kell elképzelni, ez az egésznek a lényege. Az óvodánk dolgozói egy meglepetés műsorral készülnek, ez minden évben hatalmas sikert aratott, tehát ettől nem fogunk eltekinteni az idén sem, valamint az egészet egy kis tombola sorsolással koronázzuk meg. A rendezvény jelmondata egyébként, ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek. Nagy örömömre szolgál, hogy meginvitálhattam önöket ide rövid időre az óvoda udvarába, és ígérem, hogy majd a megvalósult beruházásról is tájékoztatást fogunk nyújtani. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! A szépkorúak táborát erősíti immár kis József is kondoroson, aki napokban ünnepelte 90. születésnapját. Józsi bácsi fiatalos lendülettel, mosolygós arccal üdvözölte a köszöntő vendégeket, és jókedvel fogadta a születésnapi jó kívánságokat. E nemes alkalom kapcsán örömmel adta át Ribárszky Péter polgármester az önkormányzat ajándéka mellett Orbán Viktor miniszterelnök úr születésnapi köszöntő oklevelét is. Kívánjuk az idős és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék életük minden egyes pillanatát. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak nálunk, vannak dolgok, amiket csak ők tudnak. További jó egészséget, családja körében eltöltött boldog perceket kívánunk Józsi bácsinak. Önök a kondorosi önkormányzati hírek harmadik adását láthatták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!